Hogyan értékeled a mai napot, mennyire volt nehéz? Örülök, mert igazán jól mentek a lovaim, és jól éreztem magam maratonhajtás közben. Nehéz volt, nagyon nehéz verseny, 120 pontot hajtottunk a maratonhajtásban, az azt jelenti, hogy világbajnokságon 110 és 120 pont között szoktunk hajtani. Ez azt jelenti, hogy mennyit töltöttünk az akadályokban. Itt egy ilyen, majdnem, hogy egy világbajnokság nehézségű maratonpálya volt, és úgy is volt fölépítve, és hát a szezon első versenyén kitűnően teljesítettek a lovak, úgyhogy nagyon hálásak vagyok nekik, és hát ezek nagyon jó előjelek a világbajnokság és az Európa-bajnokság előtt, úgyhogy boldogság. Időjárás milyen volt? Hát nagyon érdekes volt, mert elindultam a szakaszon, és hát itt tudjuk, hogy Fábián Sebestyénben van a talaj, hogy ha esik az eső, akkor nagyon meg tud változni. Tehát, hogyha a verseny közben leesik, akkor akinél esik, az irreálisan más pályán megy, mint az előtte lévők. És én kinn a szakaszon, amíg be nem értem az akadályokba, addig szakadó esőbe mentem, és a vihar széle volt, és csapkodott a villám. Édes jó Istenem! Mondom, pont amikor én megyek, akkor fog esni az eső, úgyhogy nekem meg fognak változni a körömek. De nem, jó Isten kegyes volt hozzám, és hát kinn a szakaszon egy kicsit elvert minket az eső, de ez egyébként jól is esett, kicsit fölfrissültünk én is, meg a lovak is, és már benne az akadályokban egyáltalán nem esett, úgyhogy hogy jó Isten velem van. Melyik akadály volt a legnehezebb? Nem tudok így igazán kiemelni egy akadály sem. Én azt hiszem, hogy egyestől a nyolcasig, mert nyolc akadály volt, de talán az első akadályt emelném ki, ahol nem is mentem olyan túl jól, hisz egy, nem vagyunk még annyira összeszokva ezekkel a lovakkal, és ők lehet, hogy jobbak lettek volna, de én még nem volt meg bennem az a bizalom irányukban, és nem egy összeszokott párost mutattunk. Aztán utána én láttam, hogy ők mindent megtesznek, akarnak, és aztán utána egy közös összhang kialakult, és egyre jobban jöttünk föl, és minél többet voltunk akadályban, annál jobb volt a teljesítményünk. Úgyhogy bízok benne, hogy legközelebb már az egyes akadályt úgy kezdjük, hogy nagy lesz a harmónia. Holnapi nap hogyan telik majd? Hát reméljük hogy sikerül egy hibátlant akár, vagy legalább megőrizni az első helyemet. Itt is egy új fogatot fogok hajtani, egy új lovat fogok hajtani, amivel még soha nem versenyeztem. Nem, két új lovat fogok hajtani, amivel még soha nem versenyeztem. Remélem, hogy nem lesz bennem az, ami ma, hogy még nem volt meg az elején a bizalom irányukban. Megpróbálok bennük bízni, és hát remélem, hogy ez minél jobb lesz. Lázár Zoltán, tehát.